Ezek a felvételek 2014 évelején készültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház nyíregyházi telephelyén. Akkor már javában folytak a kivitelezési munkálatai a több kórház projektnek. Dolgoztak a daruk és több száz ember annak érdekében, hogy a korábbi különálló épületekben folyó egészségügyi ellátás fizikai és orvosszakmai tömbösítése jöhessen létre. A projekt záró rendezvényén az intézmény főigazgatója kiemelte, ez a térség legjelentősebb egészségügyi fejlesztése. Ez a projekt csomag tulajdonképpen a Józsa András Tömbkórház projekt egy másik projekttel kapcsolódva, a sürgősségi központ projekttel, egy összmennyiségében 16,1 milliárdos beruházási csomag. Ez két részből tevődik, tehát a tömb és a sürgősségi. A tömbkórházon belül 27 ezer négyzetméteres vadonatúj épület és tér épült. Ez 15 milliárd forintos beruházás, illetve a sürgősségi pedig 1400 négyzetméteren 1,1 milliárdos beruházás. A több mint 110 éves egészségügyi intézményben a fejlesztésnek köszönhetően optimalizálódtak a betegutak és költséghatékonyabb a működés is. A projekt záró rendezvényén az egészségügyért felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt években sokat fejlődtek a vidéki kórházak, ami az egészségügyben dolgozóknak és a betegeknek egyaránt fontos. Az előző uniós ciklus zárjuk most le év végével, ami azt jelenti, hogy 6 év alatt több mint 580 milliárdnyi fejlesztés történt a TIO programban, ebből egészségügyi épületfejlesztés volt több mint 320 milliárd forint. A projekt záró rendezvényén díjakat is átadtak, azok munkáját ismerték el, akik segítették, támogatták az elmúlt években megvalósuló több kórház projektet.